Ezüst halogenidek vizsgálata. A kémcsőállványban három kémcsőben nátriumklorid, nátriumbromid, illetve nátriumjodid oldat található. Ezüst nitrát oldatot fogunk hozzájuk adagolni. Figyeljük meg a bekövetkező változásokat. A nátriumkloridot tartalmazó kémcsőben fehér színű csapadék keletkezett. A kloridionok az ezüstionokkal ezüstklorid csapadékot alkotnak. A nátriumbromid oldatot tartalmazó kémcsőben halvány sárga színű csapadék keletkezett. Hasonlítsuk össze a kettőt. Valóban sötétebb színű. A harmadik kémcsőben nátriumjodid oldat van, ehhez is adagoljunk ezüstnitrát oldatot. Sárga színű, halvány sárga színű csapadék keletkezett. Az ezüst ionok deformálják a halogenid ionok elektron felhőjét. A halogenid ionok minél nagyobb méretűek, minél több elektron tartalmaznak, annál inkább deformálhatók. Erre utal az ezüst halogenidek színének mélyülése. Láthatjuk, hogy mindhárom kémcsőben csapadék keletkezett. Az ionos kötés folyamatosan kovalens jelleggel erősödik, és a kovalens jelleg az oszlopon belül lefelé haladva folyamatosan növekszik.